Az első 4 perc kóstolgató játéka után valószínűleg kevesen gondolták, hogy a következő 9 percben csak Váci gól születik. Császár nyitotta a gólok sorát, majd jöttek a többiek, Astra Sapkin és Lenvai. Próbálkozott az Eger, de a Vác védekezésére ebben az időszakban nem volt ellenszer. Majdnem eltelt a félidő fele, amikor Iváncsik megszerezte az első egri gólt. A 16. percben 10-2 a vendégeknek. Itt viszont 10 perc Váci gólcsend következett. Védekezésben váltott az Eger, viszont elől változatlanul nem ment a játék. A félidő végén többször leindították az egrieket. Egri szempontból 5-12 volt a félidő. Fordulás után sokkal kiegyenlítettebb lett a játék, többször is feljött 6 gólra az Eger, de amikor lehetőség lett volna zárkózni, jöttek a 2 perces hátrányok. A vendég Váciak az első félidőben megszerzett előnyükkel jól gazdálkodtak, az egriek pedig ekkora hátrányt nem tudtak ledolgozni. 30-21-re nyert a Vác. A védekezésben ezek a föllépések, ezek a támadó jellegű labda halászási kísérletek, ezek megzavarták őket, és ebből végülis könnyű gólokat tudtunk lőni, és meg tudtunk ugrani az elején. Azt gondolom, hogy ez egész meccsen nem tudtuk volna így csinálni. Persze szerencsénk volt. Enni kell előre, tehát nincs mese, nem vagyunk gépek, nem játszunk mindig tökéletesen. Ma nagyon rosszul játszottunk, főleg az eleje az borzasztó volt, tehát minden edző rémálma így kezdeni egy meccset. Sajnos nem voltunk ott fejben teljesen egyértelmű, mert nem ezeket gyakoroltuk, ezért mentségnek szolgált, de tényleg nem ezeket gyakoroltuk, és mégis így alakult. De hát menni kell tovább, mert 3 napom újra mérkőzés van, aztán meg 6 napom újra mérkőzés van. Ez a sportban vannak szép dolgok, rossz dolgok, de ez a sport. Az Eger 10 mérkőzés után 7 pontos, 11. és egyáltalán nincs miért szégyenkeznie. Szerdán Balmazújvárosban javíthatnak dobóék, majd szombaton a Ceglédet fogadják a Kemény Ferenc sportcsarnokban.